A rendezvény célja a szerbiai egyesületek összekapcsolása a térségbeli intézményekkel, valamint a kulturális és az idegenforgalmi értékek bemutatása. Az idei eseményre a hazai kiállítók mellett Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból és Magyarországról is érkeztek résztvevők. Ide a kiállításra a kiadványainkkal érkeztünk, hogy bemutassuk tulajdonképpen magyarországi szerb írók, költők irodalmi tevékenységét, és mindenből egy kicsit hoztunk, szóval vannak könyvek is, vannak videók, lesz egy kis műsor, tehát szóval egy kicsit bemutassuk a mi tevékenységünket. A hagyományos értékek megmaradása a hazaszerető embereken múlik. Az esemény legfontosabb küldetése, hogy a fiatalokkal megismertesse és megszerettesse a gazdag kulturális örökséget, emelte ki megnyitó beszédében Igor Crnabarac, Újvidék alpolgármestere. Amellett, hogy a szülőföld kiállítás bemutatja a kulturális örökségünk gazdaságát, összeköti a régió szerb lakosságát. Fontos, hogy kapcsolatot létesítsünk, segítsük egymást, és egységesek legyünk. Újvidék városa az állammal és a tartománnyal karöltve gondoskodik a menekültekről és a lakhelyüket elhagyni kényszerülő személyekről, hogy megoldódjon a lakhatásuk. A megnyitó ünnepségen szerbiai és térségbeli művelődési egyesületek léptek fel, de egész nap szerb névzenétől volt hangos az újvidéki vásárcsarnok. Az eseményre nagyszámú érdeklődő kilátogatott, hogy megcsodálja a tradicionális szerb népviseleteket és megkóstolja a hagyományos gasztronómiai kínálatot.